Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit az 5. osztályosok bemutatkozó műsorán, amellyel szeretnénk a szülőknek, az osztályban tanító tanároknak nagyon boldog békés karácsonyi ünnepeket kívánni. Nagyon nagy szeretettel készültek ezek a gyermekek, izgulnak, most már én is. Eddig nem izgultam pedig, de biztos nagyon-nagyon nagy szeretettel fogják átadni mindazt, amit ebben a történetben, amelyet most elmesélünk, átadni. Nagyon remélem azt, hogy mindenki számára megelégedéssel telik majd el ez a nagyjából 20-25 perc, amelyben a gyerekek és jó magam szerepelünk. És itt szeretném megköszönni a felkészítő tanárnak, Debreceni Né Barancsi Emese tanárnőnek a felkészítő munkáját, amelyben összefogta ezeket a gyermekeket, amelyben megtanította azokat a verseket, amelyeket itt most előadnak majd a kedves szülőknek és tanároknak. És hát én nem is húznám tovább a szót, nem szaporítanám tovább a szót. Kezdődjék a műsor, és fogadja mindenki nagy-nagy szeretettel. Karácsony ünnepén az a kívánságom, legyen boldog mindenki ezen a világon. Itt is, ott is, mindenütt legyen olyan béke, mint amilyenben lakik az emberek szívében. Mikor a fehér takaró belepi a tájat, mi az, mit az ember leginkább kívánhat? Egészséget, boldogságot, hitet és szerencsét, meghitt pillanatokkal övezett szentestét. Ki már elvesztette a karácsonyi csillagot, nézzen az égre fel, talán ott ragyog. S ha mégsem találnám meg az égen, akkor keresse barátai, szerettei szemében. Ha nem hiszel már a mesékben, csak tárd ki a szíved. A karácsony szelleme ott lakik még benned. Kisgyermekként ágra nyílt szemekkel, őrizted a fény gyermeki lelkeddel. Tedd félre most a gondot és a bút, mi tegnap bánat volt, mára már csak múlt. Hittel és reménnyel teli ünnepeket én így kívánok, boldog karácsonyt! Valamikor réges-régen az egyik nagyvárosban élt egy szegény csizmadia, aki semmiképpen nem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mert az emberek összebeszéltek volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát, nem is azért, mert a városi tanács megparancsolta volna, hogy a csizmákat ezentúl ingyen kell adni. Munkáját jól végezte. A vevők is panaszkodtak, hogy nem tudják szétszaggatni, amit ő megvar. Volt is elég megrendelője. És mégis János mester nem tudott zöldágra vergődni. Azért nem tudott semmi gazdagságra jutni, mert az Isten megáldotta, hogy minden esztendőben született egy-egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány. Aztán a 9. gyermek születésekor meghalt a felesége, s János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel. 2-3 iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másokat ölben hordozni, etetni, öltöztetni, mosdatni. Na. Elkészült a cipő. Viheti az uraság, viheti. De jó lenne egy kis pénzhez jutni, hiszen karácsony van, és én semmi ajándékot nem tudok venni a gyermekeknek. 9 vannak. Azt mondják, az Úr megáldott, ami igaz is, mert hát nélkülük nem lenne értelme az életemnek, mióta az asszony meghalt. De hát 9 gyermek, az 9 éhes száj. De inkább 9 karék kenyér, mint egy orvosságos üveg. Inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Csak az eső ne esne. Jesus.
mindenkinek jó estét, szép karácsony estét. Gyerekeknek cukorkát, mézes kalácsot tessék. Válogasson nyugodtan, tekintsen szép bátran. Gyerekeknek örömet szerezni, most van idő arra. Ó, nézzük csak, mennyi pénzem van. Hát, ennyi. És ezen még krumplit kell vennem vacsorára. Nem mondja már kérem, hogy egy kis cukorkára sincsen pénze a főcipészmesternek. Ezeket itt olcsón adom. 9 gyermekem van. Mind a 9-nek nem tudok venni. És akkor meg kinek ne vegyek? Kit hagyjak ki? 9 gyermek? Akkor mi lesz ezeknek a szegényeknek az ajándékuk? Olyan dolog, ami nem törik el, és nem kopik el. És ez az öröm, az Isten hit. Hit abban, és hála annak, hogy tudunk örülni még szegénységünkben is. Akkor hát fogadja el tőlem ezt a kis cukorkát, lepjen meg a gyerekeket, és erre az örömre, és itt van nagyon vigyázzanám. Boldog karácsonyt! Isten megáldja asszonyság! Boldog karácsonyt! Milyen késő van már, és a papa még mindig nincs itthon. Szegény papa, mennyit kell kínulni, hogy a bedövő falatunk meglegyen? Bizony, bizony, 1 nappal át éve kell robotolnia. És mi mennyi gondot okoztunk neki? És mivel? A szófogadatlanságunkkal. Hely, csak én legyek egyszer nagy. És mi lesz akkor? Majd én megkímélem a sok munkától, törődéstől. Én már olyan éhes vagyok. Én meg egy kicsit álmos. Legyetek türelem, mert mindjárt megjön édesapa, várjuk őt, hisz ma van karácsony napja. Gyertek ide, olvasok nektek valami szép. Történt azokban a napokban, hogy Augustus császár parancsot adott ki, hogy írják össze az egész föld minden lakosát. El is indult mindenki ki a maga városába, hogy feliratkozzék. József is felment azért galileai Názaret városából Betlehembe, mivel a Dávid házából származott. Vele tartott várandós felesége Mária is. Amikor pedig Betlehembe érkeztek, Mária várandóságának az ideje betelt, és elérkezett a szülés napja. Mivel vendégfogadóháznál nem jutott nekik hely, egy istállóban szálltak meg. Mária ott szülte meg fiát, majd bepújálta, és a jászolba fektette. Nem volt bölcsője, aranyból, gyémánból, egyszerű emberek rótlák össze fából, és szent lett a jászol, nem álltak körülötte, rangos urak, dámák, jámbor öreg barmok nyaldosták a lábát, örömén a percnek, amikor meglátták, nem volt pompa torfény, csengő ezüst jelleg, kis pásztor fiúcskák Zsoltárt énekeltek, ékes bíborpalást, nem borult rája, és ő lett a világnak örök igazsága, királyok királya. A vidék pásztorai azon az éjjelen kint tanyáztak a mezőn, és vigyáztak nyájukra. S íme az Úr angyala megjelent nekik, az Úr dicsfénye pedig körülvette őket, ők pedig igen megrémültek. Akkor így szólt hozzájuk az angyal, ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek néktek, mely az egész föld öröme lesz. Megszületett Dávid városában a megtartó, az Úr Krisztus. Ha én betlehemi pásztor gyerek lennék, karácsony estején a jászolhoz mennék. Ha volna egy szelíd, szép fehér báránykám, azt is odavinném, azt is odaszállnám. Gyorsan letérdelnék, milyen jó is volna, angyalok éneke gyönyörűen szólna. Talán egy kis angyal kezemen is fogna, megtartó Úr Jézus rám is mosolyogna. De én nem lehetek, miért is nem lehetek? Betlehemi nyájat őrző pásztor gyerek, magyar földön járok, el is múlt az régen, hogy ez a csillag ragyogott az égen. Van most csillag elég, de úgy egy sem ragyog. Nem énekelnek már, menj el, angyalok. Úr Jézus elébe, elmegyek én mégis, 100 nap és 100 éjjel, ha mindig mennék is. 100 nap és 100 éjjel, még nem is kell járnom. Oda repít engem az én imádságom. Gyerekek! Jaj, na, gyerekek, itt vagytok mind a 9-en? Na, tudjátok-e, hogy milyen nap van ma? Tudjuk! Ma van karácsony!
így van, ma van karácsony, ünnepez ám, nagyon nagy ünnep, hogy ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. Hurrá! Éljen! Az Úristen ma is adott nekem erőt ahhoz, hogy dolgozzak, és így tudtam hozni nektek vacsorára ennivalót. De papa, hogy örülünk, amikor megint krumpli lesz vacsorára? Fúj, krumpli! Krumpli, krumpli, hétfőn krumpli, kedden és szerdán krumpli, csütörtökön pénteken krumpli, szombaton újdonság, megint krumpli, vasárnaptól krumpli. Krumpli, krumpli, hétfőn krumpli, kedden és szerdán krumpli, csütörtökön pénteken krumpli, szombaton újdonság, megint krumpli, vasárnaptól krumpli. És hogyan elérni, mikor ma fog jönni a házmester, a legbeszélítőről el fogja vinni az összes pénzünket is? Házbért kell ma, oly, 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 házbért kell ma, most nem boly. Házbért kell én, Istenem, házbért kell ma fizetnem. Bekopog a házi úr, szeliden leállt nevet, csúszza be a simlidet, ha a bérlő nem fizet. Házbért kell ma, de egy valamit nem tud elvenni tőlünk. Kitaláljátok, hogy mi az? A jó kedvet! A szeretetet! Az Isten hitet! Az örömet! A boldogságot! A vigasságot! A békét! Látjátok, gyerekek, mindig örülhetünk az életben, az Úristen gondot visel ránk. Ha éhesek vagyunk is, ha fázunk is, örülhetünk. Mindig örüljetek a legkisebb dolognak is az életben. Most pedig adok nektek egy mindennél nagyobb ajándékot. Mert tudjátok, az igazi ajándék az nem a csillogó ruhákból, a szép ajándékokból, hanem a tiszta szívből fakad. Ki ünnepel igazán karácsony, kinek szép karácsony felje van, és sok ajándékot számba véve, önfeledten játszik boldogan. Az ünnepel igazán karácsony, ki nem csak kapni, adni is szeret, haragassa ellensége felé, készséggel nyújt békülő kezet. Boldog, ha másnak örömet okoz, és ünnep múltán is szeret, örül. Így ünnepel igazán karácsonyt, kit Betlehem fénye vesz körül. Na, és akkor most pedig megtanítalak benneteket egy szép, örömkeltő éneket. Mi ezzel köszöntjük a megváltót. Az első emeleten lakott a gazdag házi úr, aki nőtlen, gyermektelen, besavanyodott aglegény volt. Egy maga élt kilenc szobájában. Az egyikben pipázott, a másikban olvasott, a harmadikban ebédelt, a negyedikben vacsorált, s ki tudná, mire használta a többit. Annyi pénze volt, hogy maga sem tudta mennyi. Ez a gazdag házi úr épp a nyolcadik szobájában töprengett, hogy miért nincs az ételek íze, miért nem jó egy ideje a puha ágyacskájában az alvás. A földszintről beszűrődött hozzá a gyerek zsivaj. Eleinte nem törődött vele, azt hitte, majd csak vége lesz egyszer. De mikor tizedszer és újra kezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Ez már hallatlan. Mégis hogyan képzelik? Ettől az idegesítő lármától megfejlődött a fejem. Most aztán elég volt. Véget vele kéne ennek. Jaj, papa! Biztos a házőr jött a házbérért. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
A lakbérért tetszett jönni? Vagy egy fényes lakcipőt parancsol? Nem, nem azért jöttem. Hány is egy gyermeke van magának? Hányan vannak? Egy. Kettő. Három. Négy. Öt. Hat. Hét. Nyolc. Kilenc. Tíz. Tizenegy. Tizenkettő. Tizenhárom. Tizennégy. Tizenöt. Ejj, de csinálj vissza a helyedre, hát nézzenek oda. Kilencen vannak. Kilenc éhes száj. És még több száj, mikor énekelnek. Bár ezt éneklésnek lehet nevezni. Te tudja mit? Szerencsés emberé teszem kendet. Adja nekem az egyik gyermekét, és fiam már... Fiam vagy lányom már fogadom. Gazdaggá teszem, iskoláztatom, viszem magammal külföldre, urat vagy hölgye faragok belőle, és még a többi gyermekén segíthet. Halljátok ezt, gyerekek! Mekkora szerencse ez! Na, álljatok ide sorban, gyorsan! Jaj, de melyiket is válasszam? Hát a Katit nem adhatom. Ő a legnagyobb. Ő segít a háznál, meg a kisebbeknél. Hát a Ferit nem adhatom, mert ő a legokosabb mindköt. Belőle még pap lehet. A Júlcsival a legszebben. János, Jancsika viseli a nevemet. A Pannika, ő beteges. Az István nem adhatom, mert őt érdekli a cipészmesterség. Ő veheti át a helyem. Erzsike, téged hogyan adhatnálak? Neked van a legszebb hangod. Pistike, hasonlítsz leginkább szegény édesanyjára. És hát, Ágika a legkisebb mindközül. Velük meg mit kezdene a nagyságos úr? Nem. Nem adhatom egyiket sem. Kérjen tőlem bármit, de a gyermekeimet nem adhatom, márha az Úristen nekem adta őket. Kérhetek bármit? Akkor fogja. Itt van 1000 pengő. Legyen szerencsés vele. De egyek kötök ám. Ne rármázzon, mert zavar az énekük. Papa, énekeljük már az előbb éneket, mert elfelejtettem. Nem szabad. A papa pénzt kapott, hogy ne énekeljünk. Nem szabad énekelni, de hát olyan boldogok voltunk tőle. A szegény embernek már örülnie sem szabad. Ejj, dehogy nem szabad. A szegény embernek mindenét elvehetik, de az örömét azt nem. Na, gyertek úgy van énekelni. Dicsőség, megvan az Istennek, dicsőség, megvan. Mit mondtam én Kennek? Miért adtam a szarakás pénzt? Hogy mer énekelni? Kérem, vegye vissza a pénzt. Inkább maradunk szegények, de énekelni fogunk. Hogy lehetnek ilyen boldogok ezek a szegény emberek? Még az 1000 pengő sem kell nekik. Mi az, ami a pénznél is jobban boldogít? A szabadon szárnyaló énekszó. Az öröm és a boldogság drágább a világ valamennyi kincsénél is. Az lenne az orvosság magának is, ha megtanulna velünk együtt énekelni, tiszta szívből dicsérni az Urat. Én vagyok a béke lángja. Szól az egyik, s meg is bánja. Béke úgy sincs, miért égjek? Elaludt, csak füstjekék lett.
Másik így szól, és meglobban. Hit a lelkekben alig van, nem kell a hit lángja többet, elhagyhatjuk ezt a földet. Most a harmadik gyártyácska szól csöndesen önmagában. A szeretet lángja vagyok. Hideg földön most meghalok. Csak az utolsó kis gyertya. Lángja remeg, fel nem adja. A remény sugara vagyok, soha-soha meg nem halok. Aztán áthajolt kecsesen, lángjával lobbantott hiten, majd a szeretethez fordult, s titokban könnye kicsordult. Meggyújtva annak lángját, a fény vitte angyal szárnyát. Megérintve békecsonkját, lángra lobbantva a gyertyát. Minden karácsonykor súgja ez az égő kicsi gyertya. Én a remény sugara vagyok, soha-soha meg nem halok. A karácsony a legnagyobb csoda. Isten el nem múló mosolya. Szépen köszönöm mindannyiunk nevében ezt a gyönyörű szép műsort, és egy rövid igeszakaszt szeretnék a Szentírásból felolvasni a kedves megjelent szülőknek, nagyszülőknek, rokonoknak, kollégáknak és a kedves gyerekeknek, amely Máté evangéliumának második részéből szól, a 9. versből következőképpen. Íme a csillag, amely előttük ment, meglátták, megérkeztek és megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a Jézus gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Kedves gyerekek, ahogyan egykor a napkeleti bölcsek ajándékot adtak a pici Jézusnak, úgy most ti is egy ajándékot hoztatok nekünk, mindannyiunknak, akik itt hallhattunk benneteket. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobb ajándék nem lehet a számunkra, hogy itt most hallgathattunk a szép műsorotokat, a szép éneketeket, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szépen sikerült ez a kis műsor. És nagyon szépen megköszönöm az osztályfőnöknek is, hogy mögöttetek állt, és szereplésével, karakteres orgánumával ugyanúgy segítette az előadást. Köszönöm a felkészítő tanárnak, Debreceniné Barancsi Emese tanárnőnek is, hogy segítette a munkátokat, a felkészüléseteket, és így köszönöm nektek ezt az ajándékot, amit kaptunk tőletek ezen az estén. És én is egy nagyon picike kis ajándékkal készültem, ez nagyon jelképes, de kérem, hogy ezt is fogadjátok szeretettel. Mindenki megkapta az ajándékát, hát még egyszer nagyon-nagyon boldog, békés karácsonyi ünneplést kívánok mindnyájunknak. Még boldogabb új esztendőt, mint ami ebben az évben lassan már mögöttünk van. És hát jövőre találkozzunk ugyanekkor, majdnem ugyanitt, de az biztos, amikor is hatodikosokként már ezek a gyermekek színészi tudásukat megcsillogtatva majd elő fogják adni a rá következő műsort, amit még nem tudunk, hogy mi, de lehet, hogy tanárnő már tudja.
De addig is, hogy ezt túléljük, bár addig azért elég sok mindennek kell lefolynia, de hát induljunk most el azzal, hogy bemegyünk az osztálytermünkbe, amely a 41-es terem itt Átellenben. Nagyon szépen köszönjük azokat a süteményeket, apróságokat, amikkel a szülők hozzájárultak ahhoz, hogy egy picit maradjunk itt, beszélgessünk, megpuszálgassuk gyermekeinket, és ezzel induljunk mi neki a szünetnek, bár még egy hét van, nem tudom, hogy fogjuk kibírni, de valahogy majd menni fog. Szóval maradjunk, beszélgessünk, érezzük jól magunkat, és akkor nagy szeretettel várunk mindenki oda át a 41-es terembe.